Hatodik fejezet. Egy ravasz komornyik cselvetése. Malinka valami különöset sejtett. Élén képzelő tehetsége csodálatos módon színezte ki a titokzatosnak látszó útját a pénzszerzésnek. Lelkiismerete megmozdulni készült, itt most valami rendkívüli történik. Meg lehet bűntény, de bizonyosan valami borzasztó. Csak legalább azt tudná, mik azok a főkötő őrök. Pedig igen egyszerű volt a dolog. A Koperecki családra egy erekje maradt az Anzsú királyok korából, egy főkötő, vagy amint abban az időben nevezték magyarul, csepesz, melyet állítólag a Koperecskiek egyik ősanyja, született Omode Orsolya, azon udvari szertartás alkalmával viselt, midőn Robert Károly királyunk kisfiát, Lajost, a Szent Kereszt vízre tartotta. E komaságnak a fényéből táplálkozott a Koperecki család hiúsága századokon át egészen máig, annál is inkább, mert a keresztgyerekből lett a legnagyobb magyar király. Rossz nyelvek ugyanazt állítják, hogy Koperecskiné nem a Lajos gyereknek volt a keresztanyja, hanem csak az Endréé, aki aztán a nápolyi Johanna gonosz körmei közé került. Hanem hiszen ez is még valami, csak hogy még rosszabb nyelvek ezt se hiszik. Hogy azt mondják, mese az egész. És hogy a Koperecskiek még abban az időben majmok voltak Borneóban, és a fákon laktak, nemhogy a visegrádi királyi palotában hivalkodhattak volna. Bizony, most már annyi idő múltán nehéz eldönteni, ott volt-e, nem volt-e ott Orsolya asszony, hanem a főkötő és az adósság, amiben állítólag akkor verte magát a Koperecki család, színvalóság. A főkötő megvan a mai napig is, mégpedig Krapecen van, a kastély úgynevezett kék szobájában, egy három lakattal elzárt nehéz vasládában. Kétségtelen, hogy a főkötő szövetje most már nem sokat érhet, a fazonja is meglehetősen kimehetett a divatból azóta. Vilmácska tudom nem tenni a fejére 100 forintért sem, ha tudna is róla, de nem tud, mert a főkötő létezése családi titok, a végső forrás, mivel hogy a főkötőn azon a bizonyos keresztelési napon 20 darab szurok fekete színű keleti gyöngy pompázott, melyekből 2 Koperecki Márton, Mátyás király fiatal nejének, ama bizonyos Podjevrád kisasszonynak ajándékozott, akit a király Trencsénben vett át a követektől. 2 Koperecki István adott oda 1573-ban Túrzó Borbálának egy csókért, de lett abból 2 is. 3 a Mohácsi csatában elesett Koperecki Gábor kalpak forgóján pusztult el. Elvitték a törökök, s a török kincstárból valami módon az angolokhoz került, hiszen ami érték, minden oda kerül végezetül, és ez idő szerint az angol korona gyöngyei között foglal helyet. Most már csak 13 gyöngy maradt a főkötőn. Mindenféle nagy szerencsétlenségek kezdtek a családdal történni. Eszéhez nyúlt erre Koperecki Kristóf, hogy azt a 13-as szám okozza, és 1715-ben a gyöngyökből 4 eladott Kohári grófnak, 2 rongyos falut kapván értök. Csábrág Varbókot Hont megyében, és még egy pusztát Trencsénben, a Cserna Perlát, fekete gyöngyöt, azon felül 1500 váltó forintokat. A megmaradt 9 gyöngy, mint Firol Fira származott örökség, a mi Izraelünk apjának a kezén volt, és ő, mint fiatal gárdista, Bécsben 2 fülbevalót csináltatott a híres énekesnőnek, Fligori Matildnak, aki bevallott szeretője volt a császárvárosban. Nagy szoknyahős lehetett különben, egy 3. gyöngyöt később Duhaj mulatság alkalmával a Rajeci fürdőben, mint egykor Kleopátra, borban olvasztott fel, és megitta a szép Matosicki Klára egészségért, akit ez annyira meghatott, hogy utána szaladt a megmaradt 6 gyöngynek, vagyis a felesége lett. Mikor Izraelünk anyja haldoklott, 1 évvel élte csak túl a férjét, különös végrendeletet csinált, amin őt csak asszonyész fundálhat ki. Egy 3 lakatra nyíló vasládát csináltatott, és elrendelte, hogy a családi főkötő gyöngyeihez, amelyek nagy értéket képviselnek, csak végszükség esetén nyúlhassanak leszármazottjai, mi végből 2 főkötő őrt nevezett ki. Az egyiket Mutnyánszki Marcella, bizalmas kulcsárnéja, a másikat egy elszegényedett rokon, Koperecki Dávidné született Koperecki Ágnes özvegy zsidás kapitányné személyében, akik ezen tisztükért egyenként 200 forintot húznak évenként az örökösöktől, mindaddig, míg a gyöngyökből tart. Az utolsó gyöngynél megszűnnek a hivatalok. Ha azonban az ő életük fonala fogynék el előbb, mint a gyöngyök,
Az esetben mindenik főkötő őr jogosult utódot nevezni ki halála esetére ugyanolyan jogokkal, kötelességekkel és fizetéssel, mint ők voltak. Erre a halálos ágyán megeskedtette őket, meghagyván, hogy csak is végszükség esetén engedjék a gyöngyök elpazarlását vagy zálogba adását, s kioszták közöttük a kulcsokat. Izrael fia kapván az egyiket, s a két főkötő őr a másik kettőt. Mint hogy a vasládát most már csak úgy lehetett kinyitni, ha a három kulcs tulajdonos egy akaraton van, és minthogy történetünk idejében Omode orsója főkötőjén már csak négy gyöngyszem fityegett, kettőt Izrael zálogba tett, egyet a kastély renoválásakor, egyet pedig még régebben a Bubenyik pénzszerzési indítványa sok nehézségbe ütközött. A báró érezte ezt és fázott tőle, mert a két öreg főkötő őr ugyancsak kitűnően volt megválasztva. Ha ne szétvették, hogy a bárónak nincs pénze, az egyik rögtön elutazott Halasra a leányához, mire azt sikerült hazacsalogatni, a másik a falu végi sárga kúrjában lakó kapitányözvegye tűnt el a Grázban lakó nővéréhez. Ha pedig úgy lepte meg őket Koperecki, hogy éppen otthon voltak, akkor a nyugalmazott kulcsárné, ki a kertészlakban köhögte át az alkonyatos éveit, ájuldozni, sírni, jajveszékelni kezdett, hogy a báró őt tönkre akarja tenni, hogy immár a végső gyöngyökhöz is hozzányúl, közeledik ezzel a perc, mikor a főkötő őri fizetése megszűnik, s ő a lésze alatt hal meg, mint koldus. Könyörög, rimánkodik, térdre veti magát a báró előtt, hogy ne kívánja tőle ezt az áldozatot, legyen irgalommal iránta, mert mi lesz ő vele azután, ha az utolsó gyöngy is elvándorol a vasládából. Mire a báró, mint már néhány szóra azelőtt eleinte dübeljön, hát meddig akar még maga élni, vén csoroszja? De aztán ellágyul, megrendül egész valójában, mert alapjában véve jó szíve van, és magától eláll a tervtől. Ám ha el nem állna, ott van a másik kusztos, a kapitányné. Az bezzeg nem ájul el, nem sír, nem könyörög, hanem felkerekedik, mint a forgószél, a kastélyba szalad, sarkára áll, a csípőjére teszi kezét, toppant a lábával. Hát meg vagy tekergülve, Izrael, hogy szándékosan rohansz a vesztedbe? Hát illik ez? Elpocsékolni családod utolsó erekjéit? Nem szégyenled magadat, te ember? Hogy van szemed a szemembe nézni? Fúj, Koperecki, bújj a föld alá, vagy eredj kapart ki őseid csontjait a kriptákból, javíthatatlan tét és áruld el font számra. Mit akarsz tőlem? A kulcsot abból ugyan nem eszel. Hát azt hiszed, hogy nadragúját ettem? Mire kell? Kártyázásra? Debernázásra? Hogy meg akarsz nősülni? Mi közöm nekem ahhoz? Azért, hogy te élvezd az új feleségeddel, nem szükséges, hogy én az egzisztenciám egy részét odadobjam, meg azért a nyomorult kulcsárnéért. Vedd el a feleségedet, ahogy tudod, szépítsd meg a bagolyfészkedet, amint bírod, de én nem engedek a fekete gyöngyökhöz nyúlni. Majd, ha azt látom, hogy éhen halásban vagy, akkor én is megnyitom a vasládát, addig nem. Anyádnak így tettem az esküt, és így tartom meg, ámen. Ha pedig még egy szót szólsz, kikaparom a szemedet, na nézze meg az ember! Hiába forgatod a nagy szemedet, hiába rázod a bolond fejedet, hiába csikorgatod a dudvás fogaidat, melyekre lerakódott vagy két font borkő a kocsmákban és mindenféle spelenkákban, ez a két font borkő az egyetlen, amit életedben szereztél. Térj hát eszedre, Izrael! Gondolj az Istenre és arra, hogyha megnősülsz, neked is lesznek gyermekeid, és azokra is hagyni kell valamit. Mit gondolsz, szerencsétlen, ha minden Koperecki ilyen lett volna? Hány fekete gyöngynek kellett volna lennie a Koperecki orsolya főkötőjén, hogy még a tetorkodon leereszkedhessék vagy kettő? Egy szót se többet, Izrael, egy szót se, mert forgós teremtette, mindjárt más hangból kezdek beszélni. Ettől a más hangtól félt Koperecki, hogy milyen is hát az a más hang, mikor már ez sincsen sejemből szőve. Nem kis feladat volt ennél fogva, amit Bubenyikre bízott a báró. Mert bizonyára könnyebb és kevésbé fájdalmas azoknak a szegény csiga állatoknak ott a perzsa öbölben kiizzadni a tündéries csecsebecséket, mint azokat a két sárkány miatt a vasládából kihozni. De a ravasz Bubenyik nem rettent vissza a nehézségtől. Meg lesz méltóságos uram, ha nagyon kell. Koperecki kétkedve csóválta a fejét. Nem tudom, mibe kezdesz. Itthon vannak most az öreg asszonyok? Itthon vannak. Vigyázz, hogy meg ne szökjenek, seprűnyélre ülnek és ellovagolnak a gellértre. Van nekem az ellen arkánumom, csak tessék rámagyni. Hány szem gyöngy kell? Elég lesz egy. Most nagyon drágák.
Elviszett Trencsénbe, holnapot bezálogosított Schlesinger Fülöpnél, átadsz az összegből 2000 forintot Malinka úrnak, aki onnan 4-es fogattal tovább megy Bontóvárra, és átadja a pénzt apósomnak. A fogat azután ott is marad. És én hogy jövök vissza? Magaddal viszed a hátas lovamat. Egyszerű volt a Bubenyik terve, mint a Kolumbusz tojása. Ebéd előtt éppen még kifutotta, magával vitte Malinkát egy sétát tenni a faluban, ez úgymond hozzátartozik a taktikához, amit az, mint szenvedélyes etnográfus szívesen megcselekedett. Egész a Kovács műhelyig mentek és vissza. Nagy érdeklődéssel nézegette a parasztházacskák építészeti módját a kapuk alatt, a faragásokat és a festett tulipánokat, a kendertilók és egyéb közönséges házi szerszámok szerkezetét, azt mondják, hogy ez a tudomány ilyen semmiségeken hézik. A jó krapeci tótocskák, kik ritkán látnak idegen falujokban, azon ürügy alatt, hogy a kapcáskodó kutyáikat csítítják, kiállnak a kapuk elé, vagy legalább a pitvarajtóba, hasonlóan nem kis kíváncsisággal szemlélik a kutyák ingerült ugatásának okozóját, a Bubenyik társaságában kószáló, csinos fiatalurat. Ki lehet, mit akarhat. Megáll, bekémlel az udvarokba. Az bizony nem jó jel, és alig, hanem az adóval van összefüggésben, mely már úgy is elég nagy, de ahogy a fa nagyobbra nő egy-egy érkező eső után, ez is mindig nagyobbodik, valahányszor úrféle jelenik meg az egyszerű viskók között. Néhányan oda is sompolyognak Bubenyikhoz, és ha szerét tehetik őt négy szem közé kapni, megkérdezik súgva, ki légyen az illető, és Bubenyik ez egyszer nincs begombolkozva, hanem azért mégis bizonyos fontoskodó titokzatosságot fitoktató hangon közli. Ez bizony egy furcsa mesterségi úr Pestről. Vasfúró mesterember, ma hozta magával az úr. Vasfúró mesterember, hát mi az? Ez úgy tudja meglékelni a vasat, mint például Kentnek a dinnyét vagy a tököt. Egyet-kettőt húz a legerősebb vason a kis szerszámával, kriksz-kraksz, és megvan a nyílás, úgyhogy az emberi kéz befér rajta. S hamiskásan hunyorgatott a szemével. Különös egy mesterség, mondhatom. És mitől jó a? Firtatá egyik másik, aki szeret a dolgok velejébe látni. Bubenyik vállat vont, szájára tette kezét jelezve, hogy hallgatni kénytelen, de azért egy kis léket mégis ütött a dolgok homályával. Az uraknak, tudja, sok tarka macskájuk van, és nem jó mindig tudni, mit csinálnak. Hanem, hogy mire jó ez a mesterség, azt a magunkféle szegény ember is kitalálhatja. Teszem azt szépszerivel kivenni valamit olyan helyről, amit kinyitni lehetetlen. Ezt így bizalmasan elmondta Bubenyik néhány helyütt, ahol megálltak, majd visszakísérte Malinkát a kastélyba, ahol már éppen csak őt várták, hogy tálalhassanak. A méltóságos asszonynak még csak néhány órára volt szabad felkelni, déltájban visszafeküdt az ágyba és odarendelt az ebédjét. Malinka úgy szólván megörült, amikor meghallotta, hogy az úrnő nem ebédel velük. Óhajtotta ezt a pillanatot, vágyott utána, álmodott róla, s mikor közel jött, megdöbbent tőle. Csak ketten ültek az asztalnál, és Bubenyik szolgált fel, miközben megbíztatta a méltóságos urat. Minden jól megy, minden meg van indítva a gyöngy dolgába. De az kétkedőn mereszti rá szemeit. Nem hiszek a csodában, Bubenyik, félek, nagy zivatart zúdítasz a fejemre, és a végén is nem lesz az egészből semmi. Rossz előérzetem van, nagyon rossz. Tényleg hallgatag volt és elmélyedő az ebéd folyamán, alig szólt néhány szót, hirtelen fülhörpinti fekete kávéját, és megkérdezte Malinkát, szokott-e ebéd után aludni, mert ő maga mindig alszik egy csöppet, csak éppen annyit, hogy a szemét elbolondítja. Én sohasem alszom ebéd után, úrnak való az. Hát mit szokott csinálni? Ha semmi dolgom sincs, olvasgatok. Van a kastélyban biblioteka? Nincs. De könyvek mégiscsak vannak, majd keresek magamnak valami olvasmányt. Nincs itt egy fia se barátom, hiszen mondtam már önnek, hogy én az állatok tanítványa vagyok. Akkor hát kérni fogom azt a tót népdalgyűjteményt, amit útközben ígért méltóságod. Koperecki arca földerült. Aha, igen, persze, tudom már. A skatujáját is önnek ígértem. No, csak menjen a szobájába, mindjárt beküldem. Csak ugyan bement a szobájába, a jó evéd után végigdőlt nagy lustán a zöld ribsz díványon, s bodor füstöket fújt a levegőbe. Elgondolkozott, hogy ugyan megérzi-e Koperecki-né az ő itt létét. Megérezné ő az ő helyében. Vajon milyen lesz a találkozás, mit fog mondani, megijed-e vagy megörül? Feltette magában eközben, hogy történjék bármi, uralkodni fog a szívén és az idegein.
Két termetes macska már akkor ott vadászgatott az ágy alatt, és mereven szegezte mind a kettő a tekintetét egy padlóhasadékra, ahonnan valószínűleg a zsákmányt várták, mely oda menekült. Malinka unalmában a vadászoknak gibickedett, a jól lakott ember nagy lelkűségével legalább elméletben támogatta a falánk macskák törekvéseit, annyiban, hogy ő is érdeklődéssel szinte türelmetlenül várta az egér megjelenését. De hol is lehet, hogy nem mer előjönni a kis gyáva, szegény macskák mennyit kell settenkedniük egy parányi falatért, mégiscsak jobb főispáni titkárnak lenni. De alig, hogy átadta magát a macskákkal való együttérzésnek, midőn kopogás hallatszott az ajtón, és a szabadra benyitott egy körülbelül a 40-es évek tájékán levő kerek, piros arcú, tömpeórú parasztő. Kit keres? Kérdi Malinka. Azt a fiatal urat, aki Pestről jött, gondolom maga az. Hát maga ki? Én a kis báró dajkája vagyok, szólt nyájasan, s megnyálazván ujjait kacérkodón igazította meg homlokán a hajad. Az is sárga volt, mint az odavaló agyagföld. A dajka? Csodálkozott Malinka. Hát mit akar velem? Nem élek én embertejjel? Nincsen nekem tejem, tiltakozott kacéran illegetvén magát. Nem én vagyok a szoptatós, az is voltam már valamikor, és itt mélyen fölsóhajtott. De most én csak az éneklő dajka vagyok, én dalolgatok a kis bárónak éjjelenként, mikor már a Márta megszoptatta. Na, és mit akar velem, jó asszony? Leány vagyok még, hála Istennek, igazítá helyre, Koleszár Mária hajadon. Pedig azt gondoltam volna, tekintve, hogy amit mondja már szoptatós dajka is volt, hát mi van abban? Szemeit, melyek nem voltak éppen rútak, egy kicsit lesütötte, hiszen maga se pap, tette hozzá, s én se vagyok a páca. Jó, jó, türelmetlenkedett Malinka, mind nagyobb-nagyobb ámulatba esve, de mit akar velem? Hiszen én is azt kérdezhetném az ifjú úrtól, s ránézett hamiskásan, várakozóan. Én? Semmit. Akkor aztán nem értem, miért küldött ide a méltóságos úr. Aha, kezdte már érteni Malinka a Kopereczki dévaj tréfáját. Ez lesz az a népdalgyűjtemény. Igen, gondolom már, maga sok nótát tud, ugye? Ami igaz, igaz, nagy dalos vagyok, hisz az a mesterségem. Tudok én minden nótát, ami csak van a vidéken, mert mikor még élt az édesanyám, Isten nyugosztalja, fonó volt a házunkban 22 esztendeig, ott minden nóta megfordult. Malinka érezte, hogy nevetséges helyzetbe hozta a principálisa, dühöngött is magában ezért, hanem hiszen visszafizethetem én azt még. De már most legokosabb nem mutatni, és a tréfa elől ügyesen, de mégis harag nélkül kisiklani. Tudja, mit, Koleszár Mária, én nagyon szeretem a falusi dallamokat, éppen úgy, mint a madár éneket. De a madár ne a kalitkában énekeljen, az engem nem gyönyörködtet, messziről szeretem hallani a lombok közül, úgy a dal is csak a mezőről szép. Menje át ki, kérem, a kertbe, és danoljon, én majd kinyitom az ablakot, és úgy hallgatom. Koleszár Mária megütközött egy kicsit ezen a furcsa kívánságon, de hát az urakesze mind bolondsággal van megbélelve, egyet perdült hát fiatalosan, mint az orsó, ahogy akarja, galambocskám. Ezzel kiszaladt a szobából, s nem sokára fölcsendült a kertben az ablak alatt a különös tótnóta, halk, altató hangon, mint a mezei légy döngése. Nem ismerek szebb lányt plevák ancsuránál, ne felejts szeménél, lenszínű hajánál. Nem rózsatűn termet, nem lilium sáson, az égből esett le valami nyíláson. Nyílást bedrótozni egy legény fölhívnak, engem králik Gyurit, engem hénak, jaj, meghalok anyám. Mindez természetesen szépnek, gömbölyűnek esik ki tótul, míg ellenben magyarul csak úgy vasvillával összehánynak látszik, és Koleszár Mária ugyancsak mélabúsan tudta fújni a haldokló králik Gyuli kesergését, onnan aztán átugrott a Jánosik betyárnótáira, majd a katonának besorozott legények hegyke vagy borongós lelki hangulatát tolmácsolta. Ezeken szokott a kis bárócska elaludni. Ha nagyon sír, ezek a legbiztosabbak. Okvetlenül lecsendesedik tőlük, jele, hogy katona lesz belőle. A tót nép felette változatos dalaiban nem csak a szerelmet és a birkalopást énekli meg, nem csak a falusi drámákat önti balladákba vagy románcokba, ezer meg ezer apró baját is színes rímekbe fonja.
Egy vidám vers, melyet Malinka azonnal le is írt magának, a törvényszékekkel évelődik, hogy tudni illik, a három fórum háromféle ítéletet hoz a számadó bojtár pörében, felmentőt és elmarasztalót, de mind a hármat a király nevében. Ha én király volnék, mindig egyet mondanék, királynak úgy illik, tralala, össze-vissza én nem beszélnék, királynak nem illik, tralala. Még Malinka úr eképpen mulatozik a tót népköltészeten, azalatt Bubenyik a maga dolgát végezte. Arra számított, hogy azóta a két főkötő őr, akiket nem szokott semmiféle hír sokáig elkerülni, meghallotta a vasfúró mester megérkezését, és éles elmével kitalálta, hogy a kék szoba vasládájából a gyöngyöket akarja kiszedni Koperecki. Azért hozta el a fúró mestert. Azt is kombinálta Bubenyik, hogy amelyik asszony előbb hallja meg a riasztó hírt, az rögtön kapja nyakába kendőjét, napernyőjét és szalad a másikhoz, hogy a közös veszélyben egy kis cikóriás kávécska mellett megállapítsák a csatatervüket. Azért hát ürügyet keresett, hogy a tanácskozókat meglephesse. Ellátogatott a kertészlakba a kulcsárnéhoz, elkérni tőle a Szibilla könyvét, az csak neki volt meg az egész vidéken. Útközben egy álmot gondolt ki, amit a Szibilla megfejtsen, leadván róla a lutriba beteendő számokat. De ezekre a hazugságokra nem volt szüksége, mert a kulcsárné már nem volt otthon. Gondolta Bubenyik, a két pecérke már együtt ül, nekem se szabad késni. Ezzel neki keseredett, és a muskutyék pajtája mellett elhaladva, a proszféle téglaégető kemencéknél leereszkedett a Veszeini János mélységben fekvő gyümölcsös kertjékbe. Onnan már csak egy-két lépés volt a Koperecki kapitányné kicsiny kúriája. Koperecki-nénak valami különös füve volt kertjében, annak a gyökereiből, melyek olyan kemények voltak, mint a szegek, szokásos volt a beteg állatok fülébe szúrni egy-egy darabkát, amitől aztán megdagadt a fülük, mivel hogy a rossz vér állítólag mind oda gyűlt, és vagy elpusztultak, vagy megéltek, de a fű roppant hírben állott az egész vidéken, és az asszonyság úgy őrizte, mint egy kincset. Idegen falubéliek két garasért kaptak egy-egy gombostűnyi gyökeret, a luteránusok öt garasért. Krapecen ellenben mind a két vallás felekezetnek ingyen járt ki a mindenható gyökér, ahogy nevezték. Bubenyik tehát azzal a szándékkal kopogtatott be a tekintetes asszonyhoz, hogy egy kis gyökeret kér, mert az egyik urasági sert is már két nap óta nem eszik. A két asszonyság csak ugyan együtt ült az asztalnál a vizitszobában, kávésibrik és párolgó csészék mellett, mind a kettő rossz hangulatban volt, a kulcsárné arcát szembetűnő sápadtság vonta be, a kapitányné ajkai pedig idegesen rángatóztak, ami mindig előfordult, ha valami belső nyugtalanság kínoszta. Az urasági komornyik belépése láthatólag meglepte őket, különösen a harcias kapitánynén látszott a zavar. Halánték a kivörösödött szemei vészjóslóan meredtek Bubenyikra, majd a szobaszögletébe tévedt a tekintete, ahol a cirok seprő szokott állni. De ezt a feltörekvő ellenséges indulatot hirtelen legyűrte a kíváncsiság. Asszonyoknál ez az erősebb érzés. Vajon mit akarhat itt Bubenyik? Erőt vett magán, és még szinte nyájasan fogadta köszönését. Isten hozta! Hagyja el csak, tudni illik Bubenyik a keze után nyújt, hogy megcsókolja. Mi jót hozott nekünk? Mielőtt Bubenyik előadta a betegsertés dolgát és a mindenható gyökerekből kért, a kapitányné kedvet kapott tovább tapogatózni a kulcsárné által hozott hír tárgyában. Ez volt most rájuk nézve a legizzóbb kérdés. A kulcsárné kísért szemei, melyek olyan vörösek voltak, mint egy öreg nyúlé, eléggé mutatták, hogy a faluban szállingó pletykát a vasfúró pesti emberről az ő fantáziájuk és kombináló tehetségük veszedelmes irányban egészítette ki. Ami a falusi parasztok előtt csak egy érthetetlen furcsaság volt, az a két főkötő őr szemében nagyon is reális alakot látszott ölteni. Mindamellett nincsen kizárva, hogy az egész csak üres pletyka. Talán egy órást hozott magával Koperecki, aki a kastély óráit megjavítja, vagy egy zongora hangolót, vagy Isten tudja kit. Bubenyik azonban bizonyosan tud valamit felőle, és ezt most igazi mulatság lesz kiszedni fortéllyal és keresztkérdésekkel, s meg lehet letörpül üres ostobasággá az egész vészhír, vagy pedig megerősödik a gyanújuk, és képessé teszi őket, hogy valamihez kezdjenek. Hát a gyökerekből adok már, hogy ne adnék.
mosolygott a kapitányné. Bubenyiknek még az utolsót is, de üljön le, míg előkeresem, és beszéljen nekünk valamit. Nem igen érek rá, csókolom a kezeit, mert megjött ma az úr, és rossz kedvű, mint a pulykakakas. Ha csak egy percig nem vagyok ott, már dühöng, ha meg ott vagyok, rajtam tölti haragját mindenért. Ma, amiért a kos, mely mindig ott settenkedik körülötte, valahogy a lábára hágott éppen a tyúk szemére, engem pofozott fel, de úgy, hogy még most is szikrázik a bal szemem. Bizony, nem szépen bánnak magával, kedves bubenyikom, sajnálkozott a kapitányné. Másutt a helyét is megfújnák az ilyen embernek, tette hozzá a vén Marcellához intézve a szavait. Bubenyiknak nem volt erre válasza, csak egy mély, fájdalmas sóhaj röppent el a melléből, de ez is csak kivetett csalétek volt. Rászállt a kapitányné, mint a légy a becukrozott légypapírosra. Amint a mindenható gyökereket kereste az almáriumban, egyszer, mint megtalált ott egy félikkelt borospalackot és egy tányér tepertős pogácsát, amit az asztalra tett, megtöltvén a borból egy pohárkát. No, ugyan kóstolja meg, mit szól hozzá? Bubenyik a szájába vett belőle néhány csöppet, folyatta, csámcsogtatta a nyelvén. Döfi! Szólt, a fejét is ingatván hozzá, miközben behúnyta apró szemeit és felhajtotta a poharat egészen. Héha! Kiáltott fel, jeléül, hogy nagyszerű bor. A váci kanonok rokonom küldte. Dicsekedett a kapitányné, és megint töltött. No, még egyel. Nem magamféle szegény embernek való, ellenkezett Bubenyik a fejét rázva, és különös logikával egy lélegzetre kiürítette megint a poharát. Úgy, hát megjött az úr, ereszkedett be a sötét mélységekbe, nagy óvatosan a kapitányné. Egyedül jött? Nem bizony, valami kupcihért hozott magával. Miféle fajtájú, talán kártyapajtást? Bubenyik a fejét rázta. Nem úr az illető, inkább valami. Mesterember, úgy tudom, úgy vettem ki, amint titokban értekeznek, mert előttem is titkolóznak, de nekem is van eszem, és végre is, szó ide, szó oda. Nem azért mondom, hogy egy vagy más, de zavartan nézett szét az ajtó felé, aztán a két feszülten figyelő hölgyön jártatta végig bambának átalakult tekintetét, de mit is akartam mondani, csak no, hát nem kóser az az ember. A kapitányné megint töltött a poharába. Igyék még, Bubenyik, na, még egy kicsikét. Bubenyik megtörülgette a homlokát, és kigombolt a mellényén két gombot. Nem, nem, már elég lesz. Ej, ezt a gyűszűnyit, ami még a palackban van, nem érdemes már eltenni. Bubenyiket meggyőzte az érvelés. Hallom, kezdi a nyugalmazott kulcsárni az ő éneklő kenetes hangján. Hogy most sok pénze van az új fispánnak? Fispán halcsontot jelent tótul, a két hölgy így csúfolta újállása óta egymást közt Kopereckit. Ki mondja azt? Röhögött Bubenyik. Volt, mint csak kocs is beszélte, hogy a kártyában delegosan megkefélték Trencsénben a múlt éjjel. Azt mondja, egy fityingje sem maradt. A két hölgy sötéten nézett össze, mintha mondanák, jól kombináltunk. Pedig most sok apró pénzre lesz szüksége az installációhoz, vélte a kapitányné. Kíváncsi vagyok, hol veszi? Bubenyik vállat vont. Nem kell félteni az ördöget, hogy hol talál rossz lelket. Hát, azt gondolja, valami görbe úton szerez pénzt? Bubenyik szabadkozott, ő nem gondol semmit, ó, a világért sem, ő csak azt tudja, hogy teremt pénzt, mert hát, no, és hamiskásan hunyorított a szemeivel, majd igyekezett a beszédét átfordítani más egyébre. Hogy volt-e a méltóságos asszonykának sok almája a kertben, a miénk férges volt az idén hadarta, a körte pedig éppenséggel nem termett. Az ördög vigye a maguk körtéjét, szólt el magát lázas türelmetlenséggel a kamalinennyel. Arról beszéljen nekünk inkább, kicsoda, micsoda az az ember, akit magával hozott, és mit akar itt. Semmit se hallottam, felelte Bubenyik tartózkodva. Csak azt, hogy reggel visszautazik, én is elkísérem Trencsénig, de én majd csak a szedres pusztán csatlakozom hozzá. Még ma este valami levéllel küld az uram az ispánhoz, és megvan hagyva, hogy ott maradjak éjjelre. Nem értem, miért kívánja az úr mindenáron, hogy ott hájjak, mikor nélkülem úgy szóván se levetkőzni, se felöltözni nem tud. Hát, én értem.
Mondál pátosszal a kapitányné, és arca szederjes színt váltott. Magát el akarják távolítani? Mert büntény készül a kastélyban, érti? És nem akarnak tanút hozzá. Büntény? Dadogta Bubenyik, és a szemei megüvegesedve meredtek a kapitánynéra. Bubenyik! Kiáltott fel vibráló hangon a kapitányné. Rettenetes dolog készül. Az éjjel a kastélyban fel fogják törni a vasládát, és kiveszik belőle a fekete gyöngyöket. Az a pesti ember töri fel, azért hozta és magát, azért küldik el a pusztára. Bubenyik a fejére ütött, mintha csak most eszmélne. Hogy a gyöngyöket, hogy kiveszik, feltörik a vasládát, dadogta, mint a felrázott holdkóros. Mi lesz velem? Tördelt a kezeit Mutnyánszky Marcella. A kapitányné, mint egy kimerülve a szörnyű esemény előtárása által, egy nagy karosszékbe rogyott és arcát kezeibe temetve sopánkodott. Meglop minket, kiveszi a szájunkból azt az utolsó kenyérkét, hát van Isten, Marcella, ó, szegény Orsolya néni! Szegény Orsolya néni, volt miért gyűjtened egy csodaszép gyöngyöket, tudom, hogy megfordulsz a sírodban. De honnan tudja ezeket a méltóságos asszonyka? Hüledezett még egyre Bubenyik. Honnan? Honnan? Tudom, mert tudom. Mondjuk, hogy magától Orsolya nénitől tudom. Ki az az Orsolya néni? Az ősanyánk Bubenyik, aki Róbert Károly idejében élt, aki a gyöngyöket gyűjtötte. Hát hány éves a méltóságos asszonyka? Csodálkozott Bubenyik. Ejnye maga szemtelen! Esett ki a sodrából a kapitányné. Asztalt táncoltattunk, és az asztalban megjelent az ő szelleme, az árulta el nekünk, hogy mi fog történni. Igaz-e, Marcelka? A vén szűz rábólintotta hirtelen előrántott hazugságra, Bubenyik pedig ájtatosan vetett magára kereszteket. Most értek hát én mindent? Eszmélkedett a komornyik. Most lesznek előttem világosak némel elejtett szavak, melyeknek az értelmét félre magyaráztam. Röstelkedve csóválta a fejét. No, már nagy birka vagyok, ej. E szerint mégis hallott valami? Tetszik tudni aféle félmondatokat, mikor megleptem őket beszélgetés közben a pesti emberrel, és mikor hirtelen elhallgattak. Például? Kiáltál mind a két nő egyszerre. Hát, például egy percre azt hittem, hogy fogorvos az idege, mert az uram így szólt, csak egy kell. Csak egy is elég volna. Mire az idegen közbevágott, egy bolondság, ha már itt vagyok, vegyük ki mind a négyet. Az uram erre azt kérdezte, nem jó volna betenni helyükbe hamisakat? Mire ő megint azt felelte, minek olcsóbb a semmi? Mondja már most a méltóságos asszonyka, nem azt kellette hinnem, hogy a báró úrnak négy rossz foga van, de csak egyet akar kihúzatni, a fogmester pedig arra kapacitált, ki kell húzni mind a négyet, és ne tétesse helyükbe hamisokat, mert olcsóbb a semmi. Az asszonyok majdnem sírva fakadtak a leleplezésre. Ó, hiszen ez teljesen világos, nekiestek szellemi ollóikkal, mint egy elejékből terített szövetdarabnak. Fölszabták, ízekre szedték, megkrétázták, kigombostűzték, aztán megint összefércelték, minél fogva a következőleg nézett ki. Kopereckinek csak egy gyöngyre van szüksége ez idő szerint, de a vasfúró ember ki akarja venni mind a négyet. Kopereczky bele is megy ebbe, de fölveti a kérdést. Nem kellene a hamis gyöngyökkel pótolni a törvénytelenül kicsenteket, mert Kopereczky gyáva és fél, hogy a főkötő őrök megszimatolják a dolgot, meg fogják akarni nézni a gyöngyöket, és nem találván ott bajt csinálnak. A vasfúró mester ennek ellenében figyelmezteti, hogy legjobb, ha már semmi sem lesz a ládában, mert a hamis gyöngyök után még azon túl is fizetnie kellene a főkötő őröket, holott a semmi teljesen megszünteti a kulcsárné és a kapitányné évidíjazását, a semmi tehát olcsóbb. Igaza van az imposztornak, hogy a mennydörgös istennyila üssön bele még naplemente előtt? Bubenyik azonban már nem várta be ezt a fejtegetést, neki sürgős dolga van, már ezért is kikap otthon, ajánlotta magát és hazament. Anélkül, hogy a mindenható gyökerekből vitt volna. A két asszony annyira elmerült a szőnyegen levő kérdésbe, voltak éppen észre se vette a Bubenyik távozását, még kevésbé azt, hogy a gyökereket elfelejtette. A kapitánynél lihegett a haragtól, és a rikácsoló hangon tölt ki. Na, Marcella, most már mit csináljunk ezekkel a tolvajokkal? Ne pityeregj nekem itt, hanem beszélj!
Mit gondol a báróné? Azt gondolom, hogy oda megyek, és összetöröm a gazembert, így ni. És ezzel megfogta az ibriket az asztalról, és a padlóhoz vágta, hogy 1000 darabra tört össze. A kulcsárné ellenkező nézetem volt. Jézus Mária, ne jöjjön olyan nagy indulatba lelkem, báróné, mert árt a drága egészségének, és csak kárát valljuk, ha az első haragunkat követjük, tessék elhinni. Itt van mindjárt az iblik, és következik a többi kár, mert ha oda megy a báróné a kastélybe, és akármilyen patáliát csinál is, meg lehet megfélemlíti a fispánt, amíg ki nem tesszük a lábunkat, de mihelyt kitesszük, csak megint beáll az a kérdés, hogy honnan vesz pénzt az installációhoz, és bizony kiszedi a gyöngyöket, ha egyszer hozzá készült. Mit? Hogy kiszedi? Azt szeretném én látni. Nem félek én a magam igazában senki fiától, ha olyan szakálla van is, hogy a térdéig ér. Leülök a vasládára, és én egyszer megkötöm magam, el nem mozdulok onnan, ott ülök, ott alszom rajta éjjel, nappal, míg csak el nem takarodik innen a cinkosa, a pesti betörő. Hát mit csinálhatnak velem? Nem érez semmit. Ha egyszer csak mégis megunja a báróné, mert az embernek gyomra is van, és a láda nem ad enni, mégiscsak nem ülhet rajta örökké, és mihelyt ott hagyja, mindjárt szabad lesz a vásár. Én a magam részéről legokosabbnak tartanám, ha hagynók a bárót, tegyen, amit akar. Viseljük magunkat úgy, mintha semmit se tudnánk, mert akkor ő is úgy fog viselkedni, mintha semmi se történt volna, és fizeti az évjáradékainkat. Na persze, hallgassunk ugye, mint a sikeddisznók a rozsba. Ne, soha. De nézze a báróné, a hamis gyöngyök nekünk tulajdonképpen csak annyit érnek, mint az igaziak. Nekem nem. Fortyant fel kevélyen a kapitányné, mert engem nem csak a pénz köt a gyöngyökhöz, hanem a családi kegyelet. Én magam is Koperecki vagyok, mégpedig 2-szer Koperecki, a férjem után is. Nekem a szívem is fáj. Aztán meg hiszen hallotta, hogy talán nem is fogják helyettesíteni a gyöngyöket semmivel. Mindegy, csak soha ne nézzünk bele a ládába, sőt, ez lesz a nyugodalom, mert soha többé nem fog minket zakladni. Még kevésbé fogja beszüntetni az évjáradékot, mert akkor be kellene vallania, hogy feltörötte a ládát, ami egyenesen kriminális ügy. Úgy ám, de az emberek halandók, hát ha elviszi az ördög, ellenveti a kapitányné. És bár csak vinné már, akkor a hagyatéki leltárnál kisül a láda üres volt, s magától szűnik meg a mi áradékunk. Nem ért maga ehhez a dolgokhoz. Képzelje csak el a mi helyzetünket, galambocskám Marcelka. Hogy fogja az magát kivenni az Isten előtt, ha mi, akik eddig mindenképpen átkoztuk Koperecki Izraelt, most egyszerre imádkozni kezdünk az életért? Nem, nem, én nem kompromittálom magamat. A kulcsárné kedvetlenül csapta le kötését kosarába, éppen felelni akart, midőn kopogtatás hallatszott az ajtón, és újra belépett Bubenyik nagy vigyorgással, hogy itt felejtette a gyökeret. Az a bor megbolondított egy kicsit, de talán rosszkor is jöttem. Nem éppen, de... Dehogy, hebegte a kapitányné, oly zavartan, hogy csak megerősítette azt, amit tagadott. Hiszen tudom én, és már megyek is. Természetes az, kérem alásan, hogy ilyenkor veszedelem idején, akiket illet megbeszéljék a dolgaikat. Bocsánatot kérek, hogy visszaszaladtam és zavarom, mert tudom én, hogy zavarom, hiszen van nekem szívem. És itt egészen elérzékenyült Bubenyik. És ha tudnék segíteni, a lelkemet is kitenném, és hát hopp, a feltalálók hirtelen örömével petyegette meg ujjait. Tudnék is valamit, ha a méltóságos asszonykának 4 szem közt mondhatnám meg. A kapitányné kikísérte Bubenyikot a pitvarba, hol az óvatosan körülnézett, mint egy megijedve egy lúgzókádnak a folytonos csöpögésétől, mintha azt hajtaná valaki, potty, potty, ami annyit jelent tótul, gyere, gyere. Meggyőződvén, hogy nem emberi hang, egészen közel hajolt a kapitányné sárga arcához, úgy, hogy az finom orrával kiérezte a szájából kiáradó pálinkaszagot, ami roppant csodálkozásból ejtette, mert Bubenyik bort ivott, ha csak azóta nem volt a kocsmában. De mindez csak sokkal később jutott eszébe, mert most kizárólag az foglalkoztatta, amit Bubenyik megsúgott. Én ismerem otthon a helyzetet, és adok egy jó tanácsot a méltóságos asszonynak, de soha senkinek se tessék megmondani a kútforrást. Hogy gondolod, kedves Bubenyik, az Isten szerelméért? Tessék oda menni az uramhoz, és felajánlani önként egy gyöngynek a kiadását. Biztosítom, hogy megelégszik vele, és rögtön elküldi a pesti embert. Azt gondolja? Dünnyögte a kapitányné hálás szempislogással.
Jót állok a fejemmel, mert a báró gyáva elkövetni a merényletet, csak a kényszer viszi rá. Hisz azért izgatott egész nap, mert fél. A három gyöngye szerint megmarad, és ha a prágai örökséget átveszi, ami kis időkérdése, annyi pénzve lesz, mint a pejva. Idők végéig nem szorul rá a megmaradt három gyöngyre. Különben nem szóltam semmit, nem tudok semmit, csókolom a kezeit, méltóságos asszonyka. Koperecki majdnem az egész délutánt a parkban töltötte, hol kőművesek dolgoztak. A Koperecki Noszti kettős címert, melynek kőkockáit és ábráit trencséni mesterek faragták, kellett a kastély homlokzatára fölilleszteni két ágaskodó oroszlán közé. Gyönyörű lesz az, ha elkészül. Nagy érdeklődéssel nézegette az előkészületeket, midőn jelentették neki, hogy a kapitányné és a kulcsárné várják a nagyteremben. Szíve nagyot dobbant. Szepegve rossz sejtelmek között ment be, gondolván, hogy Bubenyik már megbolygatta a két hölgyet, és most itt szörnyű jelenetek lesznek. De mennyire elbámult, mivel nyugodt arcokkal találta magát szemben. A kulcsárné pláne kezet akart csókolni, a kapitányné pedig eképpen kezdé. Kedves Izrael öcsém, tudjuk, hogy neked most sok költséged lesz az új állásodban, melyben reméljük fényt fogsz deríteni családodra. Azt gondoltuk, hogy dicsőült jó anyád szellemében cselekszünk, ha magunk jövünk ide megkérdezni, hogy nem kívánsz-e nyúlni a gyöngyökhöz. Koperecki azt hitte, vagy ő bolondult meg, vagy a kapitányné, vagy pedig valami bohókás álom űzi vele a játékait. Koperecki annyira elérzékenyülte szavakra, hogy odarohant a trabális öreg hölgyhöz, megölelte, magához szorongatta. Ó, moja zlatanyaninka! Ó, aranyos nénikém, mondta, milyen édes jó szíved van, és pacsi magának is, Marcelka asszony. Jaj, ereszel, Izrael, jaj, minden csontomat összetöröd, eredj már, ne okoskodj. Lenmagkötés van a gyomromon, mindössze ront, mit nyúkálsz a testemhez? Bizony Isten, még kellemetlenebb a szereteted, mint a haragod. No, nézd csak, beszéljünk egyéb iránt a gyöngyökről. Ugye, négy van még. A legszebb, legnagyobb négy Masher Tante, azaz az egyik pláne százkarátos királynak való. Hát van-e szükséged, vagy nincs, mert mindjárt elhoztuk a kulcsokat is. Ej, ugyan mit képzelnek rólam, hogy én két ilyen szeretetre méltó dámának kosarat adjak, egy Koperecki sohasem lehet annyira udvarjatlan. Igazán szép tőled, mondá gúnyos mosolyjal a kapitányné, menjünk, essünk át rajta. Ezzel szó nélkül megindultak kifelé, mert a kék szoba a kastély végéhez ragasztott Depedance-ban volt, amelyet még a megboldogult Koperecki boldizsár építetett olyan erős falakkal, mint egy bástya. Mert egy cigány asszony azt vetette ki neki kártyán, hogy bent fog égni a házban. Nem volt tehát a Depedance-on semmi éghető anyag, még ablakfa se, a világosságot felülről kapta a helység. Bent is csupa kőből, márványból, vasból voltak a bútorok, hanem azért mégis bent égett, abban pusztulván el, hogy a mértéktelen ivás miatt meggyulladt benne a pálinka. Végig kellett menni az udvaron, hol a pumpás kútnál borzag lekvárt főztek a béres asszonyok. Bubenyik, aki ott legyeskedett, mert szép volt az egyik ej, de szép, éppen a zsarátnokot paráholta el, mikor az ura szólította. Bubenyik, a kulcsokat? Milyen kulcsokat? Kérdi az együgyű jámbor arccal. A kék szobától, hozd utánunk. Bubenyik ugrott, és csak hamar ott is volt a kulcsokkal. Megcsikordult a zár a nehéz vasajtóban, mely csak igen ritkán volt kinyitva. Kék szobának bizeszt csak azért nevezték, mert a kék ég egyenesen fölülről mosolygott be ide, de a lapos, rovátkos üvegfedelet idővel úgy ellepte a piszok és mindenféle gizgaz, hogy most alig lehetett látni. A levegő is füllet volt, mint egy kriptában. A kulcsárné mindjárt elkezdett köhögni odabent, Bubenyik vissza akart vonulni. Csak maradj itt, mert föl kell emelnünk a vasláda fedelét, magam nem bírom. A fél homályban alig lehetett kivenni a kolosszust, a ládát, mely olyan nagy volt, mint egy szúszék, tömör, kovácsolt vasból, roppant vaskarikákkal a falhoz erősítve. A kapitányné leakasztotta nyakáról a kulcsot, és a láda mellé térdelt. Az atya, fiú és szentlélek nevében mondá, és megfordította a jobb szélen lévő zárban a kulcsot. Ugyanezt cselekedte a nyugalmazott kulcsárné is. A középső zárat maga Koperecki nyitotta fel nagy csikorgással.
Mikor aztán nekirugaszkodtak ketten Bubenyikkal, és nagy nehezen felemelték a födelét, melyet a Koperecki címer sárkányok és griffmadarak ékesítettek. Bent a ládában elsárgult írások tetején volt egy bársonytok, a kapitányné nagy óvatosan kinyitotta, kivette belőle a történelmi nevezetességű főkötőt, és kegyeletteljesen ajkaival érinti annak aranycsipke fityegőjét, mi alatt a kulcsárné még mindig ott térdelt és hangtalanul imádkozott. Hány gyöngyöt akarsz? Kérdé csendes, ünnepi hangon Kopereckihez fordulva. Elég volna csak egy is. Felelte Koperecki szintén bizonyos meghatottsággal. De mivel oly szívesek voltak hozzám, egyiküket sem akarom megsérteni, legyen hát kettő, hogy úgy vésődjék a szívembe, mintha mindenikük adott volna egyet. Az asszonyok összenéztek, nem szóltak semmit, mire egy kis etüiből ollót vett ki a kapitányné, és lenyírta a két legkisebb fekete gyöngyöt. Itt van, légy boldog velük, pukkadj meg, gondolta titkon. Íme a másik, az utolsó kettőt ezennel visszateszem. Jusson eszedbe, Koperecki, a jóslat, szólt aztán ünnepélyesen, hogy mikor az utolsó gyöngy elfogy, elfogynak a Kopereckiek is, ne nyúlj a gyöngyökhöz többé, fiad van. Ej, felelte Koperecki félváról, hisz ez a kettő is csak egy kicsit vándorolni, megy világot próbálni, de visszatér, mert csak zálogba adom, hogy kiválthassam. Beszéd ez csak, Izrael öcsém, bohó beszéd. Századok óta egy gyöngy se tért vissza. Így jutott Koperecki könnyűszerrel két fekete gyöngyhöz, ami szertelen jókedvre hangolta, kivált, mikor az asszonyok már mind eltávoztak. Te Bubenyik, mondá, visszatérvén a kaputól, ameddig a kapitánynét elkísérte. Azon gondolkozom, hogy el ne csapjalak-e. Félni kezdek az eszedtől, Bubenyik, hiszen te veszedelmes ember vagy. Mit adtál be ezeknek a sárkányoknak? Mivel nyergelted meg őket? Soha se láttam még én ilyet. Bubenyik hamiskásan hunyorgatott és nyeglén vonogatta vállait. Ej Istenem, hát van egy kis madarom, ez az egész.